ahol Jézus Krisztusnak a szolgálatát is mindig várták, hogy összeomlik, mert azt gondolták ezek, hát ha ők beszélték be fejükbe, mert ha a tényeket megnézték volna, akkor látták volna, ahogy Nikodémus is észrevette, és úgy oda ment Jézushoz, azt mondja, hogy e, Isten van veled, mert olyan jelek kísérnek tégedet, amelyek azt jelzik, hogy Isten van veled. Tehát így gondolkodik egy intelligens, hívő ember. egy nagy problémájuk volt, hogy sehogy se, uh, 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 tudták elfogadni, hogy a Jézus az az ember, akiről az Izajás próféta beszélt, hogy lőn az Úr szelleme rajta, és Istenek a szelleme megnyugodt rajta, az erő szelleme, a hatalom szelleme, a bölcsesség szelleme, a tanácsadás szelleme, a, a kijelentés szelleme, stb. Hogy ő az a személy, akiről a proféták beszéltek, ő az Isten által fölkent ember. Tehát a kenetet nem tudták elfogadni. Állandóan az ördöggel hozták összefüggésbe. És higgyétek el, hogy erre a rögeszmére nem hitetlenek, tehát akik Istent nem ismerik, hanem gyakran féltékeny, irigy, rosszindulatú, vallásos emberek képesek ilyen rombolásra. Higgyétek el! Ez a tapasztalatom. Soha akkor a rombolás nem tudnak végezni ö, 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 a ö, más világnézetű emberek. Úgyhogy ezért Isten áldja meg a krisnásokat, Isten áldja meg a, a jogaoktatókat. Nem értek semmivel egyet, amit csinálnak, de <tosz> de messze menőkig tisztelem az emberi méltóságokat, szabadságjogaikat, stb. Eddig se volt velük konfliktusok. Én csináltam, hogy elmondtam, hogy a, mi a véleményem a jogáról, de továbbra is kívánom az Istenek az áldását, kegyelmét, hogy ugyanazt a kijelentést kapják meg a szellemükbe, amit ti meg én. De ha nem, akkor is, mint embertársaimat, mint polgártársaimat, természetesen tiszteletbe tartom az emberi méltóságokat, szabadságokat, és nem kell tartanotok semmiféle háborúra, nem fog sor kerülni, meg semmiféle feszültségre, legalábbis a mi részünkről, mert a mi legfontosabb részünk, a, a, vagy a feladatunk, hogy építsünk a legfontosabb feladatunk, hogy segítsünk embertársainknak. Segítsük megismerni, tetni az embertársainknak az örök életre vezető utat. Mutassuk meg Isten és, az, Istennek az üdvözítő akaratát. És azért szántuk oda az életünket Istennek, hogy jelentse ki a Szentlélek. A minden ember számára az Isten tökéletes akaratát. Persze ez van, amikor bejön, van, amikor nem, de hát ez olyan, mint a magvetés. Amikor kimegy valaki a mezőre, hinti a magot, van, amiből kalász lesz, van, amit egy, egy ég madara, égi madarak, égnek a madara, kapnak fel, varjak, stb. galambok, és elviszik. És hát természetesen Isten őket is el akarja tartani, és gyakran a vethőnek, a magjának a, a, az áldásaiból részesülnek a vadgalambok. Tehát ez így van, most ilyen időszak van. Nekünk a feladatunk pedig továbbra mi, hogy vessük a magot, hintsük a magot. És az úr gondoskodik arról, hogy kiket eh, 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 hívott el, azok belekerüljenek a Istenek a kegyelmébe, Istenek a szellemének a munkálkodásában és működésében.